Jó estét kívánok, köszöntöm mindazokat, akik úgy döntöttek a mai estét újra velünk tölti stúdió vendégünk Bencsik János országgyűlési képviselő. Köszönöm szépen, hogy elfogadta meghívásunkat. Jó estét kívánok. Képviselő, körülbelül negyed év telt el azóta, hogy beszélgettünk, akkor még karácsony előtt voltunk, azóta pedig már, hogyha politikai életet nézzük, akkor elkezdődött a tavaszi ülésszak is a parlamentben. Tudható, hogy milyen ülésszak elé néznek, mennyi feladat vár önökre, vagy ezt majd az idő eldönti? Ahogy én láttam, az első hetekben elvégeztük a tavaszi ülésszak legfontosabb feladatait. Lehet, hogy ez egy kicsit túlzó, amit mondok, de a súlyát tekintve és az ország mindennapos történéseit, életét érintve valóban azt kell mondanom, hogy a legfontosabb törvények azok már megszülettek. Ezek közé tartozik a bevándorlással kapcsolatos jogszabályok újragondolása és szigorítása, amely összekapcsolódik a fizikális határzár megerősítésével is. Tehát olyan mértékű a déli határon a bevándorlók által keletkeztetett nyomás, hogy a rendvédelmi szervek a jelenlegi szabályozási körülmények között csak nagyon nehezen tudják megállítani és kordában tartani. Korábban hoztunk egy olyan döntést, hogy a határtól számított 8 kilométeren belül a rendőrök, a katonák, tehát a rendvédelmi szervek, a határvadászok, hogyha elfognak olyan bevándorlókat, illegális bevándorlókat, akik a zöld határon jöttek át, megrongálva a műszaki határzárat, a kerítést, akkor 8 kilométeres távolságban még elfoghatják őket, és visszavihetik a határra, arra az ideiglenes ellátóhelyre, ahol egészen addig kell tartózkodnia egy illegális bevándorlónak, amíg a kérelmeit a menekült státusz elbírálására be nem nyújtja. De ez a 8 kilométeres sáv, ez kicsinek bizonyult, hiszen naponta 70-80-100 olyan migráns van, akik egyedül vagy csoportosan át tudtak jutni a határzáron, és az ország mélyebben fekvő részeibe, tehát mélységi részeibe is el tudtak jutni, és onnantól kezdve az embercsempészek azok már is ültették befelé az autókba, és vitték őket a nyugati határa. Tehát ennek véget kell vetni, olyan eljárás rendbevezetésére volt szükség, hogy az ország teljes területén elfoghassák azokat, és őrizetbe vehessék, és visszakísérhessék a határa mindazokat, akik nem törvényes módon érkeztek az országba. Ez a határpont, tehát az ország határ, a déli ország határon létrehozott befogadó helyek, azok délről nyitottak, tehát hogyha a rendvédelmi szervek visszaszállítják a határa azokat, akik nem törvényes formában érkeztek be, azok, ha nem akarják végigvárni a későbbiekben benyújtandó menekültügyi eljárás, kérelem és az azzal kapcsolatos eljárásnak a végét, azok dél irányába, tehát Szerbia irányába nyugodtan, szabadon eltávozhatnak. Tehát ez nem jelent egy fogságot akkor? Ez nem jelent egy fogságot. Itt arról van szó, hogy nekünk be kell tartani az Európai Unió által foganatosított szabályokat, amelyek a schengeni és a dublini szerződésre vonatkoznak, ennek eleget teszünk, megvédjük tulajdonképpen az európai közösség déli határát. Annak érdekében, hogy még kevesebben tudjanak átjutni illegálisan a műszaki határzáron, ezért egy második kerítésnek a kiépítésére van szükség, amely második kerítésbe olyan érzékelőpontok kerülnek beépítésre, elektromos érzékelőpontok, tehát nem áramot vezet Magyarország a kerítésbe, mint ahogy azt sokan állították, hanem egy olyan gyenge áramú hálózat részét képezi a kerítés, amely jelet ad a határvadászok számára, hogy a határ mely szakaszán próbálkoznak meg a határzár tiltott átlépésével. És akkor célirányosan
tudják a egységeket, a határvadász egységeket kiküldeni azokra a határszakaszokra, ahol a legerőteljesebb nyomást tapasztalható. Akkor... Én azt mondom, hogy ez az egyik legfontosabb döntése volt az országgyűlésnek a tavaszi ülésszakban. Nem véletlen, hogy sürgősséggel nagyon gyorsan keresztül is vittük. A parlamenti munkakezdés után szűk hónappal, inkább 3 héttel már a döntés megszületett. A kormánypárti képviselőcsoportba tartozó képviselőkön kívül a Jobbik képviselői is támogatták az előterjesztést, tehát mondhatjuk azt, hogy nagy többséggel, túlnyomó többséggel fogadta el az országgyűlés a döntést. Ez a műszaki zár, ez tulajdonképpen élő erő kiváltását is lehetővé teszi, sokkal kevesebb rendőre lesz szükség. Erről is szó van. Nemrégiben találkoztam a megyei rendőrfőkapitánnyal, illetve Tata és Tatabánya rendőrkapitányaival külön-külön is, akik beszámoltak arról, hogy továbbra is nagyon komoly terhet ró a megyebeli rendőri állományra, a tatai és a tatabányai kapitányságok állományára is a határvédelemben való részvétel, amely állomány elsősorban a közterületekről hiányzik, tehát a rendészeti területről hiányzik, akár a közlekedés rendészet, akár pedig a közterületeken járőröző, posztoló rendőrök hiányoznak. Ami érzékelhető is a közlekedési morál alakulásában. Vannak olyan területek a választókerületünkben, ahol nagyobb rendőri jelenlétre lenne szükség annak érdekében, hogy a KRESZ alapvető szabályai azok betartásra kerüljenek, mert a szabálytalankodók azok nem csak a saját, hanem mások testi épségét is veszélyeztetik. De ide tartozik az is, hogy éppen a héten több mint 400 új határvadász tiszthelyettestet esküdt, akik újonnan lépnek be a szolgálatba, és ennek köszönhetően megint csak a megyei vezénylésű rendőrök számának a csökkenését hozhatja magával. Helyreállhat a rend. Nyilván ők már egy speciális kiképzést kaptak. Egyértelműen. A másik fontos döntés talán sokak számára az, hogy a nagypéntek az munkaszüneti nappá lett nyilvánítva, ugyancsak a legutolsó ülésnap szavazásai során. Ezzel megnövekedett a húsvét ünnepkörre való felkészülésre rendelkezésre álló ideje a családoknak. Említettem már a választókörzetet, hogyha az egyes számú választókörzetet nézzük, és a körzet eseményeit vagy történéseit, akkor mondjuk kicsit lokálpatriótaként, noha nyilván a körzet valamennyi településén nézhető az adásunk, de mondjuk a tatai sportcsarnokkal kapcsolatosan egy szép indulás, most mintha egy pici megtorpanás lenne a működtetésben. Hát reméljük, hogy nem lesz probléma a működtetésben. Én úgy tudom, hogy megállapodásra jutottak a városi önkormányzat, tehát a Városháza munkatársai. Nem tudom, hogy ez reklám-e, talán nem a Günther Tata hűtőtechnika társaság, hiszen az lesz a névadója az arénának, és részben az egyik legnagyobb finanszírozója a tatai atlétikai klubnak. És ez a megállapodás, ez lehetőséget biztosít arra, hogy a tényleges lakossági, diák és a ráépülő versenysport feltételei, azok továbbra is, működési feltételei továbbra is biztosítottak legyenek. És az én tudásom szerint a TAC helyett az önkormányzat fogja vállalni a sportcsarnok üzemeltetését, és az egyeztetések pedig zajlanak a megyei szakképzési centrummal, illetve a tatabányai tankerület vezetésével, annak érdekében, hogy zavartalan legyen a tornatermi használat szerződéses jogviszonyban történő biztosítása, hiszen bérleti díjat kell fizetniük a Kőkuti Általános Iskolának, a Blátinak is, illetve az egyházi fenntartásban lévő református gimnáziumnak is, azért, hogy napközben testnevelés órák megtartására használhassák nagyon helyesen a tornatermet, a sportcsarnokot, amely 3 tornatermi egységre is leválasztható, tehát egyszerre 3 testnevelés órát is lehet külön-külön megtartani benne. Amikor a sikeres tatai sportolók
díjátadására került sor. Ugye már akkor is történt egy bejárás az érintettekkel, és most, hogy a kis matematikusoknak a megyei díjátadójára került sor, a tankerületnek a vezetője is megtekintette a sportcsarnokot, és én úgy látom, hogy a szerződések azok rendben lesznek, és így az önkormányzat viszonylag nyugodt körülmények között veheti át magának a létesítménynek az üzemeltetését. Egy ilyen, hát azt mondom, hogy nem is mazsula, de valahogy kilóg egy kicsit a sorból, és arról beszélgettünk, hogy vannak olyan beruházások vagy lehetőségek Tatán, ami már nagyon régóta húzódik. És már mindenkinek, ha úgy tetszik, tele van a púpja, de aztán egyszer csak eljutunk oda, hogy megoldódik. Hát ilyen a posta kérdése is. A posta az szerintem a gyönyörű szép Kossuth terünknek a negatív irányú éke, és hát nem telik el olyan hónap, hogy hozzánk ne érkezne lakossági felháború levél. Sok-sok folyamat eredményeképpen jutottunk el odáig, polgármester említette, hogy talán megoldódik ez. Gondolom, hogy ebbe azért azon kívül, hogy van egy szándék, kőkemény lobby is kellett, hogy mögötte legyen, hogy ez megvalósuljon. Az elmúlt két esztendőben több alkalommal is egyeztettünk a posta mindenkori vezetésével, illetve a szakminisztérium, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, miniszterelnökség, mondjuk úgy, hogy illetékes államtitkárával. Az a baj, hogy elég sűrűn következett be változás az elmúlt években ezen posztokon. Így nehéz volt nyomon követni azt is, hogy egyáltalán napirenden van-e a tatai főposta felújítása, vagy sincs. Aztán sikerült napirendre tűzetnünk, érdemben megvizsgáltatták a korábbi államtitkárasszony, és abból viszont az derült ki, hogy még sincs értelme magának az épületnek a felújítására, tehát nem szabad pénzt költeni a felújításra, hanem új postát kell építeni, és akkor el kellett dönteni, hogy jó helyen van-e itt vagy nincs. Én a magam részéről azt mondom, hogy logisztikai szempontból lehetne kedvezőbb helyen, de azt is látni kell, hogyha egy ekkora forgalmú, közforgalmú létesítmény kikerül a város főteréről, akkor az még csendesebbé fogja tenni a teret. Így van élet. Tehát van miért bejönni az embereknek, hogyha bejönnek, akkor már körbe tudják járni a teret, akkor már meglátogatják azokat az üzleteket is, amelyek a téren működnek, és reményeink szerint egyre több szolgáltatás fog megjelenni a Kossuth téren. Ezért én személyesen örülök annak, hogy a Kossuth téren a jelenlegi épület formáját megtartva, de egy teljesen új épület megépítésére kerül majd sor az elkövetkezendő években. És ezzel egy, hát mondjuk úgy, hogy szégyen foltja a Kossuth térnek ismételten el fog tűnni, és egy új értékkel fog gazdagodni a helyi közösség. Tudható, hogy körülbelül mikorra tervezi a posta ezt a beruházást, tehát mikor lesz vége? A beruházás az másfél év legalább. Tehát a következő esztendőben elkezdik, akkor az 2019 vége környékén fejeződhet be. Reméljük, hogy addig más fejlesztések is meg fognak valósulni még a főtéren. Ugye azt is kell látni, hogy a főtér környezetében egyre több lakó épület jön létre, foghítelkeken, illetve a hagyományos beépítésű zárt udvarok mögötti telkeken is. Társasházak, hogyha én jól számoltam össze, akkor százat meghaladó mennyiségű új lakás, talán 120-130 lakás is lesz három építkezés keretében, ami legalább 3-400 ember új lakó a városháza a Kossuth tér környékén, akik önmagukban is többlet életet és forgalmat fognak majd behozni, tehát értékelődik, fölértékelődik Felső Tata a város mindennapi életében. Említette a fejlesztéseket nyilván, hogy vannak, amelyek már lezárultak, és örömmel használjuk, vannak, amelyek a fenntartási vagy fenntarthatósági folyamat részeként működnek, vannak tervek, vannak olyanok, amelyek már részben elbíráltak, vagy elbíráltak. Az egyik ilyen nagyon fontos talán, ami turisztikai szempontból is érdekes lett, meg hát tataiaknak is az építőparki beruházás. Ez milyen fázisában van most? Döntés született. A területi operatív programra benyújtott tatai pályázatot az értékelők megfelelőnek tartották,
a megyei közgyűlés támogatta, és az irányító hatóság is, tehát a Nemzetgazdasági Minisztérium is jóvá hagyta. És akkor itt visszakanyarodunk megint csak a parlamenti munkához. Ugye tavasszal még két nagyon fontos témának a megtárgyalására, a törvényjavaslatnak a megtárgyalására kerül sor. Az egyik az adótörvények korrekciója, módosítása, ott az általános forgalmi adónak a további csökkentése, amiből talán még majd Tata is profitálhat, hiszen a hal forgalmi adója is 5%-os áfakörbe fog tartozni, a jelenlegi 27-ről 5%-ra csökken majd. Ugye nem régiben nyerte el Tata város önkormányzata az öregtó halászati jogát, tehát innentől kezdve kedvezőbb gazdasági körülmények között tudja felfuttatni a halászati tevékenységet, és ha Kossuth téren nem is, de a városban egészen biztos, hogy lesz állandóan nyitva tartó hal árusító üzlet is, amit sokan várnak. Teszem hozzá, hogy a tatabányaiak is ezt várnák, hogy végre legyen már olyan állandóan nyitva lévő halasbolt, ahol friss halhoz lehet hozzá jutni, és az jó minőségű, nem külföldi tengeri hal. Zárójel bezárva. A másik a költségvetés, és a költségvetésnek kell biztosítani mind az Európai Uniós pályázatok megelőlegezéséhez szükséges pénzügyi forrásokat, mind pedig azon fejlesztéseket, amelyek érintik Tatabányát a Modern Város program keretében, és reményeim szerint fogják érinteni Tatát is a kisebb léptékű Modern Városok program keretében, hiszen döntés született egy héttel ezelőtt, kormánydöntés arról is, hogy a kis, közepes városok esetében is hasonló fejlesztési csomagok kerülnek majd összeállításra, mint amelyek megtörténtek a megyei jogú városok, így Tatabánya vonatkozásában is. Tehát az öröm hír az, hogy a zöldváros fejlesztéshez szükséges pénzügyi források, azok rendelkezésre állnak most már az ország költségvetésében, és az újabb pályázatok elnyerését követően is rendezett pénzügyi viszonyok közepette tudja majd Tata városa is, illetve Tatabánya, meg a környékbeli kis települések is ezen fejlesztéseket megvalósítani, de ennek a 2019-es lábát, 2019-es költségvetést, azt majd csak a tavaszi ülésszak végén fogjuk elfogadni, hiszen áprilisban fogja beterjeszteni a kormány, a nemzetgazdasági miniszteren keresztül mind az adó, mind pedig a költségvetési törvényeket. Építők parkja után Eszterházy kastély, ami Tatán nagyon hát szem előtt is van, de nem csak nekünk tatajaknak, hanem mindenkinek, aki ide látogat. Ez is egy olyan hosszú történet, ami kezd jóra fordulni, szabad így fogalmaznom? Hát kezd jóra fordulni, a közbeszerzési eljárás lezárásához közeledik a kormány. Szintén Európai Uniós, illetve hazai költségvetési forrásból finanszírozódik majd a Eszterházy kastély főépületének a felújítása, ahol részben kiállítótér kialakítására kerül sor, Tata az európai béke kötések városa, tehát egy diplomácia történeti kiállítás kerülhet be. Talán még a tataiak közül sem tudja mindenki, hogy a napóleoni háború lezárása és béke szerződésének aláírása is Tatán történt, méghozzá az Eszterházy kastély egyik tornyában. Ezt szeretnénk bemutatni, hogy Tata milyen szerepet töltött be az európai béke folyamatokban, illetve hogy az Eszterházyak az európai léptékű diplomáciában, nemzetközi diplomáciában milyen szerepet vittek. Továbbá az Eszterházy családba tartozó főúri hölgyek hogyan tudták befolyásolni a mindenkori döntéshozást, illetve a politikai döntéshozást. Ezzel kapcsolatosan is egy unikumnak számító kiállítás kerülne létrehozásra, és emellett persze közösségi terek, kávézó, cukrászda, vendégek kiszolgálását biztosító létesítmények is elhelyezésre kerülnek magában a kastélyépületben, amely részben szól a tataiaknak is, és szól az ide érkező turistáknak is, míg a szerkesztő úr által is említett építők parkja az elsősorban a tataiaknak, illetve a tatai medencében élőknek fog majd szolgáltatást biztosítani, hiszen egy olyan tematikus játszópark,
illetve sportpark kerül kialakításra, amely némileg hasonlít a Tatabányai Jubileum játszótérhez és sportparkhoz, amely kifejezetten a helyben élők szabadidős elfoglaltságainak tud helyet adni, a rekreációt tudja segíteni, de egy kitüntetett helyzetben lévő létesítményként, amely az Ártalér menti kerékpárút mellett fekszik, tehát egy kerékpáros barát rész is kialakításra kerül benne, és ha minden jól megy, akkor egy interreges, tehát egy határon átnyúló európai fejlesztési program keretében a felvidéki barátainkkal, a révkomáromiakkal, ógyallaiakkal együtt egy bicikli kölcsönző rendszer is kiépítésre kerül. Tehát, hogyha valaki itt Tatán fölpattan a biciklire, az nyugodtan átkarikázhat akár felvidékre, Révkomáromba is, ott lerakhatja a biciklit, hogyha már mondjuk közösségi közlekedéssel szeretné megoldani a visszatérését, vagy a család valamely tagja éppen ott fölveszi és hazahozza, de ha minden jól megy, akkor egész Pozsonyig kiterjedően ez a szolgáltatás rendelkezésre fog állni, hiszen magának az Ártalér menti kerékpárútnak a további építése is napirenden van. Egy kicsiny hiányzó szakasz, a Szőny és a Dunaalmás közötti szakasz megépítését közösen szorgalmazzuk, támogatjuk a szomszédos választókerületek képviselőivel, Völner úrral, illetve Bertalan Judit képviselőasszonnyal, és Tatabányáról is tovább folytatódik a kerékpárút, környén Kecskéden keresztül egészen Oroszlányig, illetve Majkig. És aztán reméljük, hogy jön majd a Majk-Csákvár közötti átkötés is, amely be tudja kötni az Ártalér menti kerékpárutat a Velencei tó körül épülő kerékpárútba. És akkor egy egységes, akár több napos kirándulásra is lehetőséget biztosító kerékpárút hálózat jön létre, amely kerékpárút hálózat Tatai-medencei szakaszára igyekszünk fölfűzni olyan attrakciókat, amelyek a szelid turizmus kategóriájába tartoznak, amelyek viszonylag kis tőkebefektetéssel, pénzügyi ráfordítással a már meglévő attrakciók egymás mellé illesztésével biztosítható. Egy picit még kanyarodjunk vissza az Eszterházi kastélyra, az ütemezése ismert már, hogy körülbelül mikorra várható az a kép, amit felvázolt? Én már nagyon várom azt az értesítést a Forster központ utódjától, tehát a miniszterelnökségről, hogy mikor kell nekem is Glédába állnom, és talán még nyakkendőt is kötnöm arra az ünnepi pillanatra, amikor bejelentésre kerül a munka elkezdése. Onnantól kezdve egy év szükségeltetik a munkálatok elvégzésére, tehát jó esély van, hogy valamikor a következő év tavaszára, lehet, hogy így március közepére a tavaszi ünnepkör, a forradalom és szabadságharc emléknapja környékére létre jöhet a kastélyban a kiállítás is, és megnyitásra kerülhet a nagy közönség előtt is. Egy ilyen fejlesztés Tatán is, mert korábban is beszéltünk róla, a Kálvária és a környéke. Itt a fazekas ház is beletartozik, ugye a kilátó és a Kálvária szoborcsoport is. Ez milyen fázisában van, mi tudható, meddig jutottak el a szándék megvalósításában? Polgármester úr és az önkormányzat képviselői a pályázatot előkészítették, benyújtották, ez a pályázat is támogatást fog élvezni az előkészítettsége alapján, és még az idei esztendőben akár, tehát az őszi időszakban ennek a munkálata is el tudnak indulni, párhuzamosan a építőparki zöld városfejlesztési programmal. Ezek jól kiegészíthetik majd egymást, hogyha valaki itt a környékből is átjön Tatára eltölteni egy-egy napot, akár kerékpárral, akkor a építők parkjától, vagy a tó környékén lévő látnivalóktól nem túlságosan messze lévő geológiai kertet, illetve a Kálvária hegyet is meglátogathatják. De ez megint egy olyan fejlesztés, ahogy én látom a terveket nézegetve, olvasgatva, amely az önkormányzat azon szándékát erősíti, hogy a helyi kézműves hagyományok nem csak megőrzése, bemutatása, hanem újjáélesztése érdekében egy olyan műhelyt hozzanak létre, amely a fiatalok számára, tehát a jövő nemzedékek számára is vonzóvá tudja tenni a
kézművességgel való, kézműves mesterségekkel való megismerkedést, és esetleg annak hivatásszerű, későbbi hivatásszerű gyakorlását is. Akár napközi is táboroknak a szervezésére is kiváló lehetőséget fog biztosítani a helyreállított Kálvária és annak a környéke. Említette a szelit turizmust. Nyilván, hogy a szakmai Bertken belül valamilyen szinten értelmezhető, megtartalommal megtölthető fogalom magyarázaton, de a hétköznapok emberének ez, ha lefordítjuk, akkor mit jelent? Tehát hogyan kell ezt a folyamatot elképzelni, mert most kicsit olyan furcsának tűnik a szókapcsolat. Kézenfekvő az, hogy rendelkezünk adottságokkal, és hála Istennek itt a Tatai medencében kiváló adottságokkal rendelkezünk, hiszen olyan természeti környezetben éljük az életünket, amelyet mások jobban értékelnek nálunk. Tehát a bakancsos turizmus keretében nagyon sokan jönnek Budapestről, nem csak a Gerecse 50 időszakában, nem csak az a 10 000 ember, aki szeretne részt venni a különböző távokon. Ebben az esztendőben egyébként kevesebben tudnak majd részt venni, és előzetes regisztrációhoz kötött. Szeretném fölhívni mindenkinek a figyelmét, a helyiek figyelmét is, hogy még mielőtt majd április 15-én reggel kibaktatnánk az indulási ponthoz, regisztrálni szükséges, és meghatározott kvóták alapján fogadnak csak regisztrációt. Tehát megvan szabva, hogy a különböző távokon hány résztvevőt tudnak biztonsággal végig kísérni, eljuttatni és támogatni, és annak a logisztikai hátterét biztosítani. Tehát mindenkinek azt ajánlom, hogy regisztráljon és gyűjtse össze a személyes adatait, a születési adatokat, lakcím, édesanyjának a nevét, mert a regisztrációhoz mindez szükséges, hogyha online módon szeretnék ezt elvégezni. Igen, hát ennek nyilván alapvető oka az volt, hogy kicsit úgy nézett ki az utolsó, mint New Yorkba a gyalog átkelő, tehát annyian elindultak a Gerecse 50-en, és hát gondolom, hogy akkor pont az a szándék, a természet megismerése, természet védelme, a szelítsége. Ugyanis a szelít turizmusnak az a lényege, hogy a meglévő páratlan szépségű és értéket képviselő, tehát biológiai, ökológiai értéket képviselő természetes közegbe úgy vigyük be az érdeklődőket, a turistákat, hogy lehetőség szerint minél többet mozogjanak, tehát gyalogosan vagy kerékpárosan közlekedjenek, és a legkevésbé terheljék magát a természeti környezetet. De miután a Gerecse és a Vértes ölelése az magában foglalja a két várost és számtalan kisebb települést is, ezen településeken lévő épített és kulturális örökség is felfűzhető a táji adottságokra, és mögé tehetők mindazok a szolgáltatások, amelyek ilyenkor kívánatossá válnak, hiszen a gyalogló vagy kerékpározó ember az megszomjazik, megéhezik, és szeretné ezeket az igényeit is kielégíteni. Az pedig lehetőség szerint megint csak olyan élelemmel tegye, amely helyben kézműves formában került előállításra, és nem valamiféle nagyipari termék, amelyet 5000 kilométerről szállítottak ide hajón vagy repülőgépen keresztül. A dolognak ez a lényege, hogy a meglévő igényeket, kikapcsolódási igényeket a meglévő adottságokban, természeti és épített örökségi adottságok keretein belül, a már meglévő attrakciókat összefűzve, a fölösleges pénzügyi kiadásokat mellőzve, úgy állítsuk össze, hogy akik használják, azok a legkevésbé terheljék magát a természeti környezetet, és legkevésbé bosszantsák azokat a helyben élőket, akiknek mind a mellett, hogy valamiféle bevételük is származhat a turistákból, de azokat a helyben élőket minél kevésbé zavarják és bosszantsák. Ez a szelíd turizmus, erre mi nagyon jó adottságokkal rendelkezünk, és a főváros közelsége a mi szempontunkból nézve most az egyszer az egy nagyon hasznos dolog, mert arra számítunk, hogyha ezeket az attrakciókat egy szára fűzzük, bemutathatóvá tudjuk tenni, akkor egyre többen fogják választani egy-egy hétvégi kirándulás kikapcsolódás érdekében is a Tatai medencét.
hogyha hétvégén valaki kimegy, és kicsit süt a nap, és kimegy a tópartra, akkor látja, hogy olyan a tópart telítettsége, mintha valami kiemelt rendezvény lenne. Hát ezért is szorgalmaztam a polgármester úr irányába is, képviselők irányába is, hogy a építők parkja az kerüljön be a pályázatok előkészítésébe, mert a tóparti infrastruktúra nagyon komoly hiányosságokat mutat, és ez itt lépni kell. És végre egy olyan fejlesztés is történhet, amely a helyben élőknek a kedvére is szolgálhat. Ebben minden további nélkül meg tudtunk állapodni, én pedig támogatom cserébe mindazokat a fejlesztési elképzeléseket, amelyeket az önkormányzat és a polgármester úr megfogalmazott Tata vonatkozásában, amiben beletartozik az Eszterházi örökségnek a bemutatása is, megint csak szelíd, játékos és családbarát formában, itt Tatán is, és Tatabányán is. Hiszen a tatabányaiak számára lehet, hogy annyira nem ismert, de maga a város az idei esztendőben 70. évfordulóját ünnepli, a városrányilvánítás 70. évfordulóját ünneplő város, Tatabánya város, a megyeszéke és az eszteráziaknak köszönheti a létét. És nem csak azért, mert a török után az eszteráziak telepítették újra Alsógallát, Felsőgallát, illetve Bánhidát, hanem azért is, mert 120 esztendővel ezelőtt az eszterháziak biztosították azokat a kutatási jogokat és bérleti koncessziós jogokat, amely alapján a Magyar Általános Kőszénbányák Részvénytársulat elkezdhette a szisztematikus kutatását, geológiai kutatását a térségnek, és a fellelt széntelepekre alapozva elindíthatta az aknák mélyítését, a szénre pedig az energetikai ipar ráépítését, és az energiaigényes iparágaknak a letelepítését. Ennek köszönheti tulajdonképpen a megyeszékhely Tatabánya, a választókerület központi települése az életét, és hogyha már egyszer az eszterháziak voltak itt a keresztapák, akkor így is került be a Tata elő név a bánya elé, és így jött létre maga Tatabánya bányatelep, majd község, és 70 esztendővel ezelőtt a egyesítések, a település egyesítések után maga a város. Tehát van egy komoly ipari örökség, és éppen a Tiszti Kaszinóban, a Modern Városok Program keretében a felújítandó Tiszti Kaszinó, Tulipános Ház, Cifra Palota, hogy a közkeletű neveket végig felsoroljam, ad majd lehetőséget arra, hogy ott egy zenepalota funkció mellett egy ipartörténeti, játékosipartörténeti miniverzum is létrejöjjön, amely a bányászat és a bányászathoz kötődő iparágokat fogja megmutatni a gyerekek és a szüleik számára egy nagy terepasztal formájában. Tatán pedig a Jenő Malom felújításával, illetve a volt kristályfürdő területének az újra hasznosításával és a város vérkeringésébe való bekapcsolásával egy malom miniverzum jön létre, ahol a gyerekek és akár a szüleik is kipróbálhatják azt, hogy hogyan és miként történt a meghajtás biztosító vizeknek a kormányzása, és hogyan is működnek azok a malom szerkezetek, amelyekből több mint egy tucatnyi volt Tatán, illetve Tata környezetében, akár Szomódon, akár Tatabányán, kertvárosban a lapatári malom. Az előbbi témánál nagyon egyszerű lett volna átkötnöm a borvidék fejlesztések témát, mikor arról volt szó, hogy enni és inni való, de azóta elkanyarodtunk, de azért én szeretném, hogyha a borvidék fejlesztésével kapcsolatos témák is előkerülnének, már csak azért is, mert egyrészt a választókerületi településeknél is nagyon fontos, másrészt pedig hát kapcsolódik az Ászár-Neszmély borvidékhez a mi választókörzetünk, tehát csak egységesen lehet, és nyilván, hogy ezeknek a fejlesztéseknek valamilyen szinten kapcsolódniuk kell egymáshoz. Tata a Neszmély borvidék központja, ez eldöntetett, tehát a szőlészek és a borászok egyöntetűen úgy nyilatkoztak, hogy ahhoz, hogy meg lehessen jeleníteni magát a Neszmély borvidéket, ahhoz kell egy központ. A központ megnevezése úgy, ahogy a szekszárdi borvidéken Szekszárd, az egri borvidéken Eger, és arra fűződik föl minden borászattal és borturizmussal kapcsolatos szolgáltatás, tehát onnan indul ki.
a mi esetünkben, a Neszmély borvidéken ezt a szerepet Tatárral testálták. Megtisztelő, ennek a feladatnak meg kell felelni. Hála Istennek az összes fejlesztés, turisztikai, infrastruktúrális fejlesztés ezt látensen tudja támogatni, tehát ezt a háttértámogatást meg tudja adni, de ezen túlmenően a borvidék belső területein is szükség van fejlesztésekre. Ilyen például magának Neszmének, illetve Duna-Szent Miklósnak a megfelelő összeköttetése, hiszen a Gerecsén átívelő, ott a Hiltok környékén átívelő önkormányzati tulajdonban lévő gyönyörű, szép kis hegyi utacska romjaiban található már csak meg. Nem, hogy a szőlőműveléshez szükséges gépek nem tudnak közlekedni rajta, de a Duna-Szent Miklóson ott lévő ötcsillagos szállodának a megközelítése, Duna oldalról történő megközelítése is problémát okoz. Ezért én vettem egy nagy levegőt, kértem a szomszédos két választókerület képviselőjének a egyetértését is, támogatását is, és megkerestem a miniszterelnökséget, hogy az évvégi költségvetési pénzmaradvány terhére egy 300 millió forintot szíveskedjenek biztosítani ennek az útnak a felújítására, mert ezt a Neszmélyi önkormányzat, vagy akár a Duna-Szent Miklósi önkormányzat nem tudja biztosítani. És ez a döntés megszületett ebben az esztendőben, hogyha a Neszmélyi önkormányzat lefolytatja a közbeszerzést, megköti a támogatási szerződést a kormánnyal, akkor el is kezdheti ennek az útnak a rendbetételét, amely lehetőséget nyújt arra is, megint csak a szelíd turizmusban érdekeltek, kerékpáros vagy akár gyalogos formában is, magát az utat is használva, fantasztikus panorámát élvezve, de biztonságos körülmények között tudják végigjárni magának a Neszmélyi borvidéknek a törzs ültetvényét, hiszen a legszebb és a legértékesebb és a legjobb fekvésű szőlőterületek ott találhatók, nem véletlen, hogy a legjobb borok is tulajdonképpen arról a területről kerülhetnek a asztalainkra, meg a városainkban, településeinken működő éttermeink asztalára is. Tehát ezen dolgozunk, és a Borút Egyesülettel közösen, a Neszmélyi Borút Egyesülettel közösen készítünk elő egy olyan tematikus porturizmust elősegítő pályázatot, amelyet a megyei területi operatív programra szeretnénk benyújtani az ősz folyamán, és a következő esztendőben megvalósítani, hogy 3-4 napos gyalogtúra keretében végig lehessen Tatáról látogatni azokat a természeti látnivalókat, amelyekkel rendelkezünk, azokat a épített örökségi pontokat, amelyekre ugyancsak büszkék vagyunk, és azokat a kiváló szőlő- és bortermelőket, pincéket, pincészeteket, ahol megállhat a vándor és egy kicsit meditálhat a bor és az ember, a tájban élő ember kapcsolatáról is. És ez végigmegy. Tata, Baj, Agostyán, Tardos, Duna-Szent Miklós, Neszmély, Duna-Almás, Szomód, Naszály érintésével a látóhegyen keresztül vissza érkezünk Tatára, tehát teszünk egy nagy körutat tulajdonképpen a Gerecse belső területein. Körülbelül egy évvel ezelőtt, lehet, hogy rosszul emlékszem, elindult egy olyan mozgalom, ami igazából arról szólt, hogy fogadjon egy cég vagy bárki örökbe egy könyvtárat. Akkor ez egy kicsit furcsának tűnt, meg nagyon újszerűnek ez a gondolat. Más területein az életnek már ez működött, de a könyvtárak esetében olyan nagyon még nem. És az utóbbi mondjuk fél évet nézve, ha a szerkesztőségünk munkáját nézem, majdnem minden hétre jutott egy könyvtár, egy iskolai könyvtár, tehát erre az ötletre, amit végül is ön talált ki, erre nyitott fülekre talált. Tehát van olyan cég, aki elindul, van olyan magánszemély, aki elindul. Milyen tapasztalatai vannak önnek, mint parlamenti képviselőnek ezzel kapcsolatosban? Tehát a nógatás kell, vagy az ötlet már hozta, vagy meglátták ebbe azt a küldetést a cégek, ami valójában mögötte van? Amíg polgármesterként a 90-es évek vége felé Henzer Zsuzsával, könyvtári szaktanácsadó pedagógussal közösen indítottunk Tatabányán hasonló akciót, csak akkor az önkormányzat finanszírozta a saját költségvetéséből az állomány megújítását és gyarapítását, de azóta igazából nem történt
érdemi változás, és ma már a könyvtár látogató iskolás fiatalok számára az az elérhető könyvállomány nem annyira vonzó. Vonzóvá kell tenni. Csak akkor fogja kézbe venni, csak akkor fog olvasni, csak akkor fog kialakulni benne a képes gondolkodás, akkor válik képessé arra, hogy megértve az olvasottakat, azt akár gyakorlati életre is le tudja fordítani és tudja használni. A továbbtanulásában, a munkavállalásában, a megélhetésének a biztosításában. És ennek érdekében fogtunk most össze, miután az önkormányzatnak és az államnak erre úgy tűnik, hogy jelen pillanatban nincs pénzügyi forrása. Megkerestük a térség legnagyobb vállalatait, vállalkozásait, ahol a későbbiekben várják a fölkészült, az értő olvasás birtokában és a képes gondolkodás és a képességek, a gyakorlati képességek birtokában lévő munkavállalókat, és sorban álltak be a támogatók közé, és sorban fogadták örökbe a tatai, a tatabányai, és reményeink szerint hamarosan egy baji iskolai könyvtár fejlesztési lehetőségét ezek a vállalkozások. Volt, ahol kellett egy kis rábeszélés, a legtöbb helyen erre nem volt szükség, azonnal megértették ennek a jelentőségét. Az első alkalommal most, amikor az eszközátadásokra került sor, az iskolai könyvtárok modern információs központtá való fejlesztését szolgáló berendezések kerültek beszerzésre, laptopok, projektor, kivetítő, fénymásoló, ezek működtetéséhez szükséges segédeszközök, plusz ahol már korábban is volt egy-két informatikai eszköz, ott már a könyv állománynak a megújítására, gyarapítására is sor kerülhetett. És a következő 4 évben évente 300-300 ezer forinttal fogják támogatni ezek a cégek az adott iskolai könyvtár nyomtatott és digitális tartalomfejlesztését. Így egy tervszerű program indulhat el. Nekem haba tortán, hogy akadt Tatán, a színes iskolában egy olyan könyvtár pedagógus, aki a Pécsi Egyetemen most fog mesterszakon diplomázni, és a diploma munkájának azt választotta, hogy feldolgozza ezt az iskolai könyvtári örökbefogadási folyamatot, és az abban lévő szakmai lehetőségeket is, hiszen itt arról is van szó, hogy a Henzer Zsuzsa segítségével, koordinálásával a programban résztvevő iskolák könyvtárosai külön szakmai programban fognak részt venni, és meg fogják osztani azokat a gyakorlati tapasztalatokat, amelyeket fognak szerezni a gyerekek könyvtár látogatási szokásairól, illetve könyv és médiatartalom fogyasztási szokásairól, amit hasznosítva talán egy olyan programnak az elindulását is tudjuk segíteni, amely megyei vagy országos léptékben gondolkodva egy hasonló könyvtárfejlesztési programot tud majd elindítani. De ez az egyik része, és ez megint csak azért a foglalkoztatáshoz kapcsolódik. Kultúra persze, olvasáskultúra, irodalom, művészetek iránti nyitottság nagyon fontos, de ennek a gyakorlati életben való alkalmazhatósága a legfontosabb. A jövőbeni munkavállalók, felkészült munkavállalók tudásának a megalapozása, készségszintre emelése a befogadó képességnek és az információ feldolgozásának, hogy azt modulszerűen tudja hasznosítani. De van azért egy keményebb része is a gazdaságfejlesztésnek, az pedig megint csak a Modern Városok programhoz és a területi operatív programhoz tartozik, elsősorban Tatabányán, de van tatai leágazása is, az ipari parkjainkat, az ipari parkok belső közlekedését és villamos energiaellátását érinti. Tatabányán, az ipari parkban szinte elviselhetetlenné vált a belső forgalomnak a növekedése, amely egyrészt életveszélyes szituációkat hoz magával, másrészt fél órával megnöveli a műszakváltáskor a munka befejezését követő hazajutását elsősorban a tatabányaiaknak. Még a tataiak és a környeiek a Tata környeközötti országútra, az üveggyári úton ki tudnak szaladni, és a körforgalomnál akár jobbra, akár balra
el tudnak közlekedni. A tatabányaiak viszont egyetlen egy úton, egyetlen egy lámpás kereszteződésen keresztül tudnak kijutni, az a kenyérgyári csomópont. Tehát meg kell építeni egy teljesen új utat annak érdekében, hogy ez a kiáramló forgalom az elosztásra kerülhessen. Ezekben a hetekben ilyen beszélgetéseink zajlanak az érintettekkel. A Városházán is volt egy ilyen találkozó, a polgármester úr összehívta az érintetteket a kezdeményezésemre, átbeszéltük, egy hónapon belül az önkormányzat az ütemtervet is le fogja tenni az asztalra, hogy mit is fogunk csinálni, mit tudunk majd csinálni annak érdekében, hogy az áteresztő képessége az ipari parközlekedési hálózatának az javulhasson. Állami, illetve Európai Uniós forrásból fogjuk a fejlesztéseket megvalósítani itt ebben az esetben is. De ennek a részleteiről majd a következő stúdióbeszélgetés keretén belül esik majd szó. Képviselő, köszönöm szépen, hogy elmondtad. Én is köszönöm. Nézőnk pedig megköszönöm megtisztelő figyelmét, további szép estét kívánok.